Mai adásunkat egy egyedülálló falfestmény bemutatásával kezdjük. Prihoda Judit festőművész az Országos Magyar Vadászkamara Fejér megyei területi szervezetének felkérésére szépítette ki a szervezet székesfehérvári oktatóhelységét. Folyamatos egyeztetéssel alakult a falra kerülő festménynek a miensége. A jóség elképzelése mindenképpen az volt, hogy azon a részen a madarakat ábrázoljak. A nagyobb falfelületen szemközt pedig egy dioráma részeként nagy vadfajok fognak majd megjelenni, ugye előtte preparátumok lesznek, szépen meg lesz építve az egész. Ha most körülnézünk és látjuk azt, hogy a munka kezdetén vagyunk, már a szívünkbe lehet érezni azt, hogy a vadászati kultúrának egy olyan gyökeréből indultunk el, ami a hagyományokra épül, és a mi feladatunk pedig az, hogy ezeket a hagyományokat ápolva és az új változásokhoz igazodva ezt tovább fejlesszük. A madaras fallal kezdtem az egészet. Először felrajzoltam pasztelkrétával, hogy mi hol lesz. Kicsit színeztem is. Erre rákerül egy akrilfesték réteg, majd a madarakat konkrétan olajfestékkel fogom aprólékosan kidolgozni, és ettől egy kicsit ilyen háromdimenziós hatást fog majd kelteni. A mi célunk az, hogy ez az oktatóterem már az óvodás korba használható legyen. Tehát szeretnénk azt, hogy havonta egy óvodás csoport egy ilyen teremben egy olyan oktatást kapjon, ami lényegében tükrözi a teremtett világban lévő élőlényeket. Érezze azt, hogy neki ezeknek a megismerése nagyon fontos, meghatározó lesz az életébe, és a személyiségének a növelésébe ez egy nagyot fog jelenteni. Elvárás az, hogy mindenképpen felismerhetőek legyenek a vadfajok, ami azt jelenti, hogy a legmesszebb menőkig ismernem kell az utolsó tollig a madaraknak a küllemét. Jó érzés lenne természetesen, hogyha mindenkinek tetszene, és egy kicsit úgy éreznék magukat, mintha kint lennének a természetben. Amit mi értéket teremtettünk az elmúlt 22 évben, annak mindegyiknek érzem a mostani hatásait, kihatásait, és ezért mondom azt, hogy vannak azok az időtálló gondolatok, amelyek megszületnek, és mellé társulnak azok a művészi alkotások, amik itt mögöttem is láthatók. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy felkértek erre a munkára, és az elsődleges egyeztetések után ugye nekem személyesen kellett találkozni a festővel, aki a hátteret elkészítette. Megvitattuk azt, hogy az én általam elkészített részek hova fognak esni, és Judit ehhez igazította azt, hogy a háttérkép is gyakorlatilag egybeérjen azzal a preparátumokkal, illetve a dioráma kialakításával, és így 3D-be tükröződjön a látogatók számára. Hát én bízom abban, hogy sok olyan gyerek, aki itt most majd meg fog fordulni a jövőben ebben a oktatási központban, az majd a természetbe is ki fog menni, és egyre többször fogja keresni azt a lehetőséget, hogy találkozzon a természettel, az erdővel, a vadakkal, és ezen keresztül talán valamikor még vadászokká is válnak. Nagyon jó volt látni a gyerekek arcát, ahogy rácsodálkoznak a madarakra, az állatokra, magukra a festmény ilyen szereplő figurákra és a preparátumokra is. Nekem nagyon nagy boldogság az, amikor látom, hogy gyerekek megcsodálják azokat a műveket, beleértve a preparátumokat, a diorámákat, illetve a festményeket, amit mi kialakítunk, kiépítünk számukra, és ez egy oktatás jellegű, amivel fel tudjuk az ő tudásukat egy kicsit úgymond tuningolni, és ráhangolni arra, hogy a vadász az mégsem egy állatot gyilkoló személy, hanem azért vagyunk, hogy a természetet megőrizzük. Mai napon látható volt az, hogy a gyerekek ténylegesen advent időszakában érzik azt, hogy eljön, és várják azt, hogy el kell jönni valaminek. Ők várják a karácsonyt, a kis Jézus, pedig vártuk azt, hogy ne csak a karácsony, hanem ez is eljön, és ez adja, ami
ajándékunkat, az örömünket.